Sziasztok, Pajtik, sziasztok, Gazdik. Hát ma is kimentünk sétálni, rávettük a gazdát. Képzeljétek, dörgött az ég. A Lilikém egyből keresett magának egy kuncsaftot, aki őt kellőképpen kényezteti. A többiek viszont kiválóan érezték magukat. Bence együtt játszott a többi kiskutyával. Képzeljétek, Bence rávette a vizsla gazdáját, hogy labdát dobáljanak nekik. És ez a szegény gazda kénytelen volt engedelmeskedni, s dobálta a labdát. Rózi viszont együtt érzett Lilivel, s ez a bújt hozzá megvigasztalni, ne félj. Nem fog leszakadni az ég, mondta ő. Aztán ment, és ő is kergette a labdát. Igaz, Lili is utána vonult, nem azt mondom, hogy futott, de azért elsétált. Tudjátok, ebben a kissé hűvös időbe még a kutyabunda is kényelmesebb viselet. Ilyenkor él a kutya, ilyenkor el lehet viselni a kutyabundát is. Időközben aztán több labda is előkerült, ezt is megpróbálták elszedni például Topsitól. De Topsi játszik a gazdával, nem adja egy könnyen, neki ne dirigáljon senki. Közben aztán néha-néha megzendült az ég is. Néha egy pár csepp eső is esett. De igazából jó idő volt. Ezt az időt nagyon szeretik a kutyák. Ilyenkor igazából nagyon jól élni. És az a labda, hát tudjátok, rég nem játszottak ennyit a kutyáink. Thank you.
És hát tudjátok, jött a 9 óra. Összecsomagoltunk, mindenki hozta a kórházt, és elindultunk hazafele. Szépen, komótosan. Elmentünk haza reggelizni. Hát ennyi volt a nagyjáboli mesénk, máma. Ennyi történt velünk a téren. De igazán jól éreztük magunkat, sokat játszottunk, jó volt az idő is, és finom a reggeli, mert ugye a nap vége a reggeli, és azt mi nagyon szépen betermeltük. Ennyi volt a mai mesénk. Sziasztok, Pajtik, sziasztok, Gazdik. Ti még nézzétek a képeket, mi elbúcsúzunk. Sziasztok! Thank you.